Versenyekben és eredményekben gazdag hetet zárt a Németh László Elméleti Líceum. Hétfőn a megyei kémia versenynek volt a házigazdája, pénteken az Rínyi Ilona és a Gordiusz matematika verseny megyei szakasza zajlott. Szombaton pedig a Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgy verseny. Az elmúlt hetekben a versenyszezon kezdődött el, amikor a Németh László Elméleti Líceum helyszíne minden országos megyei versenynek sorban egymás után, tehát alig zárult le az erdélyi magyar matematika verseny már az elmúlt hétfőjén, azzal kezdtünk, hogy a megyei kémia versenynek voltunk a házigazdái. Aztán 3 napon keresztül a próbavizsgák zajlottak az iskolában. Pénteken a Zrínyi és Gordiusz matematika versenyeknek a megyei szakasza zajlott, szombaton pedig a Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgy verseny. Iskolánknak több diákja is tovább jutott az országos versenyekre, és nagyon várjuk a verseny eredményeit majd az országos szakaszokról. 6 diák képviseli megyénket az országos magyar nyelv és irodalom tantárgyversenyen Temesváron. 4 a Németh László Elméleti Líceumból, 1 diák a Nikolai Jorg Általános Iskolából, és 1 szamosardói diák a Kós Károly Általános Iskolából.